No, hát sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit az Ancient Animals Hungry csatornán, én Zsombor vagyok, és a mai videóban egy eléggé különleges ősállatcsoportot fogok nektek bemutatni, akikről szerintem első ránézésre nem is mondanátok meg, hogy állatok, de ezt majd a videóban bővebben ki fogom fejteni, úgyhogy nem is húznám tovább az időt, kezdjük is el. A petelomené a fosszilis vendobionta főtörzsbe tartozó bazális állatok egy kihalt csoportja. A petalonamák az ediakara és a középső kambrium időszakokban körülbelül 635-től 508 millió évvel ezelőtt éltek, fosszilis maradványaikat majdnem az egész földön megtalálták. Az ezen állatokhoz tartozó fosszilis lenyomatok legjelentősebb lelőhelyei közé tartozik Ausztrália. A petalonamák a késő prekambrium és a kora paleozoikum jellegzetes élőlényei voltak. Testük egyedülálló az összes állat közül, mivel ezek a lények ránézésre nem az állatokra, hanem inkább a növényekre emlékeztetnek. Szóval ezek az életformák nagyjából úgy néztek ki, mint egy levél, és emiatt is hívom én őket növényszerű állatoknak, mivel tényleg nagyon hasonlítanak a növényekre. Bár az első ismert valódi állatok között tarthatjuk számon ezt a törzset, és sok mindent megalapoztak a későbbi élet szempontjából, de ma úgy gondolják, hogy a csoportnak nincsen élő leszármazottja. A legközelebbi rokonaik szintén a Vendobionta főtörzsbe tartoznak, ezek a Proarcticulata és a Trilobozoa primitív állattörzsek. Viszont ezek ellenére bennetek is felmerülhet az a kérdés, hogy honnan is tudjuk pontosan, hogy ezek állatok mikor szakasztott úgy néznek ki, mint a növények. A válasz erre a kérdésre nem igazán egyszerű. Bár a maradványok valamennyire növényszerűek, de több hasonlóságot mutatnak az állatokkal, valamint ezeknek az élőlényeknek a többségét mélyvízi környezetben fedezték fel, körülbelül 300-400 méter mélyen, ahová már nem ér el a napfény, és így a fotoszintézis kivitelezhetetlen lett volna. A csoport tagjait a legprimitívebb állatok között tarthatjuk számon, azonban valamivel később jelentek meg, mint egy máig fennmaradt sikeres állatcsoport, a szivacsok. Ezek az állatok a hógolyóföld után fejlődtek ki, az őseik ismeretlenek, azonban ők is az Eumetazoa állatkládba tartoznak, mely sok mai állatcsoportot is magába foglal, például a gerinceseket, azon belül pedig magát az embert is. Viszont ezen rokonságok ellenére nincsenek élő leszármazottaik. Ezeknek az állatoknak a mérete változó, a néhány milliméterestől egészen méteres tartományig terjed. Általában azt feltételezik, hogy ezek az organizmusok legalább kinézetre bolyhosak voltak, mintha felfújhatóak lennének. Különösen nehéz filogenetikai osztályozásuk. A szájak, a belek, a szaporodási szervek hiánya és a belső struktúrák megőrzött bizonyítéka nélkül ezeknek az élőlényeknek a létezése a jelenlegi szabványok szerint nagyon furcsa. A legszélesebb körben elfogadott hipotézis az, hogy ozmózissal voltak képesek táplálékokat szívni a körülöttük lévő vízből. A levelek elágazó csőszerű struktúrákból álltak, és a szervezetet egy hagymás szerkezet rögzítette a talajhoz. A szimmetriájuk általában kétoldalú, mint például egy toll esetében, amelynek egy tengely és két oldala van. Azonban voltak olyan fajok, melyek háromoldalúak, és egy tengellyel, valamint három oldalra rendelkeztek, amint azt a legbazálisabb csoportjaiknál is tapasztalhatjuk. A videó további részében ennek a törzsnek az alcsoportjaival, és azon belül pedig még néhány nemzetséggel és fajjal fogunk foglalkozni. A petalonamé törzset három osztályra vagy kládra tudjuk felosztani, az erniatomorfa, az aboreomorfa és a rangeomorfa csoportokra, valamint még egy nemzetségnek a hovatartozása kérdéses, de arról majd később. Ennek a csoportnak a legbazálisabb tagjai az erniatomorfa osztályba tartoznak. Ők az egész ediakara időszakban jelen voltak, körülbelül 635-től 538 millió évvel ezelőtt éltek. Ami miatt is különböznek a legtöbb petalomanától, hogy a legtöbb fajnak a levélszerű testrészei nem kettő oldalú szimmetriájúak, hanem három irányban ágaznak el. Nincs bizonyíték arra, hogy rendelkeztek-e volna szájjal vagy bélrendszerrel, mivel olyan vízi üledékben találták meg őket, amely túl mély volt ahhoz, hogy lehetővé tegye a fotoszintézist, és bizonyos esetekben félig üledékbe temetkezve éltek,
A feltételezések szerint ozmózis útján táplálkoztak a tengervízből. Az ilyen életmódhoz nagyon magas felület-térfogat arány szükséges, magasabb, mint a kövületeknél megfigyelhető. Ez a paradoxon azonban feloldható, ha az élőlények térfogatának nagy része nem volt metabolikusan aktív. A csoport és a Petalomané egyik első képviselője a 635 millió évvel ezelőtt élt Hylozon. Az állat nevének jelentése levélállat, mely a fosszilis lenyomatok alapján találó. Ez a faj azért is volt sikeres, mivel szinte az egész Ediacara időszakban jelen volt a Földünkön. Emegenusznak a leszármazottai az osztályon belül főleg az időszak végén jelentek meg, köztük az 548-tól 541 millió évvel ezelőtt élt Ernietta. Ennek az állatnak is a testalkata különbözik az átlagos petalomanáktól. Hajzatlakó életmódot folytatott, és a fosszilis bizonyítékok alapján valószínűleg kis telepekben élhetett. Teste talán kicsit a kagylókére emlékeztet, azonban felfedezhető rajta is a csoport sok jellemzője. Az 543-tól 541 millió évvel ezelőtti Svartpuntia a csoportja legnagyobb ismert tagja. Magassága 10 cm és legalább 1 méter között mozgott. A levélszerű test részei három felé ágaztak el, mely egyedülálló a rokonaihoz képest. A Petalomané törzs másik, csak az Ediacara időszakban élt csoportja az Arboreomorpha osztály. Az arboreomorfák testbelépítése már jobban hasonlít a levelekre, és valószínűleg a kambrium közepéig fennmaradt csoport a rangeomorfa ősei vagy nagyon közeli rokonai voltak. Azonban bár jobban hasonlítanak a rangeomorfákra, ennek az osztálynak az elhelyezését néhány kutató vitatja, egyesek ezt a csoportot a rangeomorfán belül, mások pedig az Ernietomorfával együtt egy nagyobb frondomorfa nevű csoportba sorolják. A csoport névadó neme az Arborea nagyjából az egész Ediacara időszakban élt. Az Arborea maradványainak döntő többségét Dél-Ausztráliában fedezték fel. Mivel rengeteg fosszília ismert az állatból, így tudjuk, hogy az Arborea levélszerű teste nagyjából 7-től 12 cm magas volt. Ennek a genusznak a testalkata már sokkal jobban hasonlított a legtöbb petalomanára. Ezek a levélszerű formák pedig egészen a kambrium közepéig is kitartottak, amikor már megjelentek náluk sokkal fejlettebb állatok is. A petalomanák harmadik nagy csoportja pedig a rangeomorfa osztály vagy klád, amelynek tagjai kulcsfontosságú részét képezik az Ediacaran élő világának, és ezen időszak után legalább 30 millió éven át fennmaradtak a kambrium közepéig. A rangeomorfák fosszilis maradványai különösen nagy mennyiségben fordulnak elő. A rangeomorfák sekélytől a mélységig terjedő tengeri környezetekben éltek, nem tudtak mozogni és nem voltak látható szaporodó szerveik sem. Valószínűleg ivartalanul is tudtak szaporodni új levelek lehullatásával. Kevés bizonyíték van a bélre vagy szájra, miközben az élőlények nagy felülettérfogat arányúak, ami ahhoz a hipotézishez vezetett, hogy ozmózissal gyűjtötték össze a táplálékot a tengervízből. Mások azonban azt állítják, hogy ez valószínűtlen és szűrögető, vagy más mechanizmusokat javasolnak. A rangeomorfák legtöbbje szárral vagy tartóval volt a tengerfenékhez rögzítve, bár mások az üledék felszínűn feküdtek. A rangeomorfa közösségek szerkezetükben hasonlóak a modern, szuszpenzióval táplálkozó állatokéhoz, morfológiájukat azonban nehéz bármilyen modern állathoz kötni. A videó további részében pedig néhány rangeomorfa genusszal fogunk foglalkozni. A rangea egy páfránylevélre emlékeztető, hatrétű szimmetriát mutató élőlény, mely a késő Ediacara időszakban élt, körülbelül 558-tól 549 millió évvel ezelőtt. A rangea volt az első összetett prekambriumi makrofosszília, amelyet a világon bárhol elneveztek és leírtak. A rangea 1 cm-től deciméterig terjedő magasságú volt, amelyet az önhasonló ágak ismétlődő mintázata és az ülőbentikus életmód jellemez. A kövületeket jellemzően peniszgombák és öntvények formájában őrzik meg, amelyek csak egy leveles szirmot tárnak fel, és a példányok ritkasága és hiányossága megnehezíti az egész szervezet háromdimenziós morfológiájának rekonstruálását.
A rangja valószínűleg merev vagy félmerev vászszerű szerkezettel rendelkezett, amely megakadályozta a kihajlást vagy önnyomódást és megőrizte integritását az élet során. Az ediacarei stílusú tartósítása tengerfenéket borító mikrobiális szőnyegek segítették. Az ezekben a példányokban található kvarc nagy mennyisége összhangban van a szervezet törmelékes kvarccal való feltöltésével és a homokkőben való megőrződésével. Ezek az állatok valószínűleg a tengerfenéken rengeteg egyedet tartalmazó csoportokban éltek. A Pambikal B. Hassanorae 555 millió évvel ezelőtt élt, és a faj az előző rangjával ellentétben nem egyszerűen levél alakú volt. A Pambikal B. széles, hordó alakú teste több levélből állt, amelyek egy axális szárból nyúltak ki, és kamrák sorozatát tartalmazták, melyek azt is bizonyíthatják, hogy ezek az állatok szürögető életmódot folytattak. Az eddig talált Pambikal B. példányok hossza hozzávetőlegesen 20-30 cm, szélességük a levélzet legszélesebb pontján 12 cm, a szárnál pedig 6,6 cm. A szintén 555 millió éves Bomakellia teste a rangjához hasonlóan már levélszerű, azonban a testtartásával kapcsolatban viszont megoszlanak a vélemények a kutatók részéről. Vannak, akik azt feltételezik, hogy a test teljesen lelapult a tengerrajzathoz, mások szerint viszont az állat száras része megtartotta a leveles részét. Az ediacarai időszak nagy részében élt pectini fronc teste szerintem a legkülönlegesebb az összes petalonamé közül, mivel teste sok levélkét tartalmaz és inkább egy kúszó növényhez hasonlíthatott. A legfurcsább fajok között viszont még meg kell, hogy említsem a Bradgettia nemzetséget. Ez az állat a késő ediacarai időszakban 575-től 565 millió évvel ezelőtt élt. A Bradgettia magassága elérte a 8-tól 22 cm-t, ami miatt is különleges, hogy 6 vagy több levélkéből állt, amelyek az alapon található központi rögzítési pontból sugároztak ki. Felületesen egy préselt káposztára hasonlít, bár a valóságban bonyolultabb, fraktálrendszerű volt. Az egyik legismertebb rangeomorfa világszerte sok helyen megtalált csárnia. A csárnia az ediacarai időszakban élt, nagyjából 570-től 550 millió évvel ezelőtt. A csárnia felfedezése azért is volt egy mérföldkő, mivel a kutatók sokáig úgy tartották, hogy a prekambriumi kőzetekben nincsenek állati vagy más fejlettebb élőlényektől származó fosszíliák, azonban ezen genusz megtalálása után megváltoztak a vélemények. A csárnia magassága átlagosan 1 és 60 cm környékén mozgott, de egyes esetekben elérhette akár az 1 vagy 2 méteres magasságot is. Az állat ökológiájáról keveset tudunk. Annyi biztos, hogy egy helyben és a tengerfenékhez rögzítve élte az életét. Egy jelenlegi népszerű hipotézis szerint valószínűleg mély vízben élt, jóval a hullámbázis alatt, így a fotoszintézis hatókörén kívülre került. Ezen túlmenően nincsen nyilvánvaló tápanyag és energiafelvétel, így életmódja rejtélyes maradt. Egyesek azt feltételezik, hogy vagy a vízből szűrte ki táplálékát, vagy a tápanyagok közvetlen felszívásával tudott életben maradni. Bár a maguk korában ezek az állatok eléggé sikeresek voltak, és vetélytársak hiány egyes életközösségekben domináltak, ez nem tartott örökké. A növényszerű állatok legtöbbje amúgy is csak a prekambriumban volt fellelhető, sőt a prekambrium végét a petalonamák és más ventobionták uralma jellemez. A hanyatlásukhoz legjellegzetesebb tulajdonságuk, a levélszerű formájuk és a helyhez kötött életmódjuk is hozzájárult, mivel a kambriumban már megjelentek a többi állatra is veszélyt jelentő ragadozók. Főleg a prekambrium végén, de a kambriumi robbanás után kezdtek el világszerte eltűnni. Néhány rangeomorfán kívül csak a bizonytalan besorolású 520-tól 516 millió évvel ezelőtt élt Stromatovaris létezett. Azonban idővel ezen fajok is kipusztultak, valószínűleg a környezetükben megjelent riválisok, köztük például a szivacsok és a csalánozók egyed számának a növekedésével, valamint a potenciális ragadozók felbukkanásával a kambriumi robbanás után. Miután ez a többi állathoz képest primitívnek mondható testforma,
legalább 127 millió éven át kitartott, nagyjából 508 millió évvel ezelőtt a petalonamák továbbfejlődött formák vagy leszármazottak nélkül mindörökre letűntek az élet színpadáról. Nos hát srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy érdekesnek találtátok és hogy tudtatok meg új dolgokat a növényszerű állatokról, avagy a petalonamákról, valamint a paleontológiáról is. Ha szeretnétek, hogy a másik kettő Vendobionta csoportot is bemutassam, akkor azt majd írjátok le a komment szekcióba, habár szerintem majd idővel azok is meglesznek, csak hogyha titeket is érdekel, akkor valószínűleg a közeljövőben el fog készülni még az a kettő videó. Na mindegy. Ha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, valamint nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. Találkozunk a következő hasonló vagy más jellegű ősnyés videóban, addig is csösztök!